No. Pop out chat. Haliho, Nobunaga. Te gyorsan ideértél. Ha gondolom a Discord kiírás segít. Discord. Haló, haló. Haló, haló. Jó az időzítés, mi? EU Masters Finals mellett streamelek. Nem baj az. Vissza lehet azt nézni. Én legalábbis visszafogom inkább. Nem szeretem annyira élőben nézni ezeket a versenyeket, mert nagyon sok ugye a szünet két meccs között. És nem szoktam szeretni, inkább skippelem. Ez pedig ugye amikor visszanézed, akkor simán lehet skippelni ezeket a meccsek közötti beszédeket. Így bizony, Skavier. Hello, Kuzi. Na, halihó, Bazsimó. Üdvözlet akkor az élő streamen. Nos. Mivel kezdjünk be? Lássuk, milyen teamkompok alakulnak majd itt. Na. Kis aranyos kutyus a háttérben. Oké, na mit bannoljunk? Kartuszt? Kartuszt kibannolta már valaki, oké. Evelyn? Na, legyen Evelyn. Evelyn! Parker Age of Mythology után fel is gyorsított a meccset másfélszeres sebességre. Hát ja, az Age of Mythology ez elég sok APM kell. Alapból az ilyen stratégiai játék. Nem tudom, hogy láttatok-e már StarCraft 2 Pro játékost akcióban, de azok iszonyatosan gyorsak. Pörögnek. Alapból egy nagyon dinamikus játék a StarCraft 2. Ott aztán kell az APM. Haliho, Atlas Prince. Hát, nehéz pikkelni. Valami lockdown kéne, nincs valami lockdown hős. Kha'Zix-ot is le tudna lockdown, Zerit is, meg Lux-ot is, az a vagy ilyen hős nincsen, nem létezik. Lehet rámegyek egy kis több engage-re. Persze, nyugodtan menjél Kassadin-t. Jó lesz ez így. Renekton-t kapok toppon, oké. Az végül is kellemetlen tud lenni, de nem a legrosszabb matchup a világon. Miért nevetek instant, amikor meglátod a nevemet? Hát nem tudom, aki már így mutatkozik be, hogy nagy cső, tetyák és tetyalinák, hát igen. Az már alapból jó kedvre deríti az embert. Köszi szépen, Zolko! Late game kompunk van? Hát eléggé most egy kaszadink bepikkeltünk. Elég late game kompunk lett. Onwards Renekton. Boda. Szerintem ez egy Renekton OTP. Emlékszem a nevére. Agurin ellen is vagyunk. Na jó öreg Agurin. Kórai rank 1. Na mit lehet tenni kórai rank 1 ellen? Nyerhetetlen. FF15.
hands of the minion spawn. Oké, okay, lehet, hogy dupla armort kellett volna hoznom, megnézzük. Attack speed mondjuk nem olyan rossz egyébként Ornon. Ez egy olyan matchup-ból érdemes Bramble West-re rárassolni. Lesz szavazás, win or lose? Na, legyen. Már ilyen tradícióval vált szavazás. Benyomjuk. Még ki lehet lépni. Hát, az a baj egyébként, hogy late game kompunk van, de az ellenfélnek is nagyon erős late game kompja van. Kha'Zix az nagyon dühítő lesz, mert nincsen fix state-sync. Zerit azt is szintén nehéz lesz megfogni, igazából nagyon sok fog múlni a Kassadinon. És nem vagyok benne biztos, hogy ez a Kassadin pick ez meghozza majd a győzelmet. Na, megnézzük. Én alapvetően nem vagyok egy Kassadin fan. Vérorn. A Vérorn. Lehetne egyébként genkelni is flash-je, hiába van vargya. Most elhasználta a dash-ét. Nem jön a talonom, kár. Oké, okay, ide nem kell talon, srácok. Ez a Vérorn, ez elszabadult. Nem Vérpoppi lesz, itt Vérorn lesz. Oké, okay. Hát szerintem lehet még egy Rico gyorsan. Laning fázis, vagyis hát maga a laning fázisa az jól néz ki. Veszünk egy cipőt. Az én Ornom miért nem sebez sose annyit, mint Csacsé? Hát én sem tudom, egyébként az Ornnak az egyik legerősebb level 1, level 2-je van. Toppon. Emlékszem, van ez ugye a Gwen matchup. Amit sokan szoktak Gwent pickelni Ornn ellen. És például ott is az Ornn nagyon el tudja intézni a Gwent level 1-en. Ez is egy olyan matchup, amit még lehet nyerni is akár early-ben. Oké, okay, skibulisztok a lane-ba. Bye bye. Feltöltöm a streameket? Feltöltöm mindig, igen. Vagy fellőtte a streamet? Ja, fellőttem. Várjál, ott van, volt valami rokonságra kapcsolódó kérdés.
Tommy nevű srácsa, szerintem semmilyen. Pontosan ugyanúgy néztek ki. Na, nem állok semmilyen rokonságban Tommy nevű srácsa. Gyere ide, gyere ide! Na, ebből lesz kill. Hoppá. Aztán optimista volt kicsit. De ha volt még elbetűje. Lepusoljuk, aztán recallunk. Vigyázni kéne egy Kha'Zix gankre. Ebből csak pusolás lesz. Vagy? Ebből kill is lesz. Szerintem ő nem flash-elt. Kha'Zix. Itt azt, oké. Akkor belefér még egy wave. A Kha'Zix ott volt boton. Na. És akkor megnézzük, hogy mit építsünk ugye az ellenfél csapata ellen. Valószínűleg maradok a Radiant Virtue-nál. Úgyhogy a Giant's Belt az jónak hangzik. Plusz egy refillable potion. An ally has been slain. An enemy has been slain. Tényleg ennyire hasonlóan nézünk ki? Majd ránézek, kíváncsi vagyok akkor. Dimmer Experts. Nem tudhatod, csacsi. Ugye, hogy hasonlítanak. Na, kíváncsi leszek rá. Ó, micsoda dodge. Renekton. Brutális. Ez brutális. Levardorom Heraldot vagy? Na, inkább ide jobb lesz. TP-zik vissza a Renekton, oké. Ez annyira brutális, hogy szerintem cooldown reduction-es szipőt veszek. Bami Wavekire nem jutsz, de jó, az mindig is jó. Nem érzem annyira Bami-t ezen a meccsen. Az a baj, Bami alapból jó, de ha Bramble vesztet veszel, akkor nem akarsz Bami-t is venni. Az úgy nem jó. Nagyon delay-eled a Mythic Spike-odat vele. Ez a Bart meg lesz. És lehet kapok egyébként genket majd a Kha'Zix-tól. Nem jó, ne izolálja magát. Nem akarunk herádozni? Whatever this drink is made of, it is working. Nem akarunk.
nem jó az Herald, sőt, ez a harc sem jó. Bó, egy HP. Meg tudjuk akadályozni a Heraldot vajon? Talán. Nem megy rá az ellenfel, oké. Okay. Talán ez most a mi Heraldunk lesz így. Kassadin is visszatépézett. A Kassadin pikkez nem akar nagyon bejönni, srácok. Hatalmas hátrányba került a Lux-el szemben. Alapban nem szeretem a Kassadinokat, de hát... nagyon be akarta pikkelni ezek szerint. Milyen nagy, ha elindulnék midre? Ott van mindenki, ott van a Bard is. Nem lesz az jó. Maradok toppon, nem tudok neki segíteni. Így jár, aki Kassadin pikkel. Ugye fel kell scale-elni majd late game-re. Majdnem megvolt, viszik a Heraldot ugye, Kha'Zix-szal. Már gondoltam, hogy maradni fog. Kis trükköske. Benyomk egy Recall-t. Kevés manám van nagyon. Kung Flu, köszönöm szépen a feliratkozást! Nagyon szépen köszönöm, üdvözlet! Srácok, valamiért ezt a meccset simán nyerni kéne, de... a midlane szituáció az nagyon rossz. Nem tudom, hogy mennyire sima lesz ez a meccs így. Mert előjön majd egy olyan időpont, amikor a Renekton ugye comeback-et fog kapni, amikor elkezdek majd roamolni és a csapattal játszani. Muszáj lesz. Jaj, ne. Elkezdte pingelni a Nexus-t. Van megint kezdődik az a Nexus pingelős kutyutaság. Shutdown van 200 arany. Ha van itt TP wardom egyébként. Oké. Kassadin plusz Talon, ez nagyon gyenge kombo. Nincsen lockdown, nincsen CC-nk senkin. Abyssal Mask jónak tűnik ezen a meccsen. Erősíteni a Kassadin sebzését. A Renekton is betépített, oké. Okay. Ennyire relaxáló engem nézni. Ja, hát streamelek ameddig tudok. Mielőtt még beindulna a nagyüzemi gyakorlás, akkor ugye jóval kevesebb lehetőségem lesz megint.
Kha'Zix top oldalon van, oké. Tudnék jönni midre, de mindenki back-kel. Sok értelme nincsen. Na, itt chillelünk egy kicsit toppon. Spear of Shojin Kha'Zix. Ennyire erős lenne a Spear of Shojin, amely Kha'Zixon is első itemnek építik az emberek. Ez brutális, ha engem kérdezel. Bam. Nem fogok ráugrani, mert tudom, hogy baitelni próbál. Láttam, hogy itt túlálkodik a bárt. Azért egy elég fett Kha'Zixról beszélünk. Nagyon sok farmja van. Na, éppen most kicsit pihenünk szerintem. Aztán lerombolok a sárkányra. Valószínűleg az lesz a megoldás. Harminc másodperc sárkány. Feladom a top tornyot és elindulok. Megéri. Level 12-es Renekton? Az hogy? Én is level 12-es vagyok. He? Az hogy level 12-es? Ez most meglepő. Honnan tudta, hogy itt vagyok? Oké. Okay. Inkább topot kéne ostromolni. My blade is at your service. Nagyon rossz fight. Viszont be tudok tépézni. Csak nincs TP wardunk, nem tudok betépézni. Kagehun, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást! 27. hónap. Ajajaj. Nagyon ledaráltak minket. Backkelni kell, azért nagyon rossz fight. Futás, futás. Na, nagyon fontos egyébként, hogy nem komitelek én például ezekben a rossz fightokban. Szépen egy demolist, azt rávágunk erre a mit toronyra. Aztán megyünk botra. És a Kha'Zix Heraldon van valószínűleg. Nem tudom, hogy Kassadin-t meccselni a Renekton ellen, ez a jó taktika-e. Hamarosan lesz Abyssal Maskon viszont. Nem szívesen játszok így Ornnal, hogy ennyire lelassítva a játékot. Alapból ez egy olyan tank, amivel fel akarod gyorsítani a játékot, de amilyen kompozíciót összeraktunk, muszáj így játszani sajnos. Oké, beindult a Kassadár. Nem ismerem a Jinzo Ornn bugot, de... Ki az, aki Jinzo-t épít Ornon, amúgy is? Ha fejleszted meghal az item. Ja, hogy valakin fejleszted. Ez kellemetlen. Nem akarjuk a mid tornyot ütni? Most lett volna rá lehetőségünk. Akkor catchem csak a bot lane wave-et. Pop. Prop. Bot lane wave ide. Vigyázott miden. Nem akar botra lemenni? Szerintem elég jó lenne, ha lemenne botra. Nem tud nyomást gyakorolni az ellenfélre. Toppon keresztül. Final
Nem tetszik ez nekem. Na mindegy, jobban ródolok most egyre. Egy az egy. Ez kicsit szegényes. Ouch. Miért nem tudok upgrade-elni neki? Ez pedig pont az upgrade levelem, ha jól tudom. Ja, mert nincs mifika itemi. Oké, akkor érthető. Kassadin megölt a Renekron, szép. Szép Kassadin. Beindultál. 7-3-os. Nagyon erős most a Kassadinunk. Lehet kicsit hibás lenne itt felsétálni. Kha'Zix is itt lehet. Fejezek be egy formélt? Kezdjék el valami mást építeni. Szerintem elkezdek egy Randuint is kiépíteni. Elég tankossá fog tenni az Eri ellen. Jó Eldoberto! Nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. At least for some control. My blade is at your service. Baj, nehéz lehetőséget találni. Flash trade az jó. Uha. Oké, okay, gyors sárkány. Belefér. Ja, belefér. Talon fut el a sorhoz, okay. Akkor nem fér bele. Pedig szerintem ennyire nem kéne félni attól a sortól, hogyan akarja az ellenfél megcsinálni. Dolgot egyszerre csinálni, hát nem tudom. Shiro Hoshi, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Üdvözlet. Oké, okay, két objektív egyszerre. És mindkettőt elvisszük. Brutális, brutális. Oké, okay, gyors reset. Csapat pressure-ölje botot. Adok egy upgrade-et a karmának. Jobb, mint a semmi. Ezreal-nek továbbra sincs mi fikitemje. Talonnak lehetett volna még adni, de... Na, mindegy. Nekem is gruppolnom kéne egyébként minden, mert ugye ez a klasszikus solo fjunasor, amit már sokszor emlegettem. Ennek jó vége nem lesz. Nem baj.
Elhasználtam az ultimat, úgyhogy inkább megyek topra védekező felállásba. Kassadinnak nincs manája. Szóval arra kell figyelni, hogy a Renekton lehet, hogy TP-zni tud. Oh. Oké, okay, elég optimista. Rámegyek egy Frozen Heart-ra, miért is ne? Amire van pénz. Amire van pénz éppen. My blade is at your service. Bíró G! Köszönöm szépen a feliratkozás, what's get up! Alles gut, mein Freund! Lehet CJ-elni midet? Lehet. Na toljuk midet, toljuk midet. Midet, midet, midet. Luxnak még nincs flash-e egyébként. Lehet letépézek oda a barátomnak. Kidodzsolt engem a Kha'Zix. Nem baj, bottorony lesz belőle. Ez még tovább üldözik a Kha'Zix-ot? Hát, Kha'Zix-ot nem lehet üldözni, srácok. Tudunk endelni, nem hiszem. Nem akarok meghalni, perfect KD-je. Pam! Még a Last City sem miénk. Na, nagyon szép. Jó kis meccsel kezdtünk. Beraktuk a Renekton-t 1-10-be. 1-10-es Renekton. Not bad. Arok egyet a Kassadinnak, mert elég tiltproof maradt. Tetszett a tiltproof hozzáállása. Talonnal ellentétben, aki ugye pingelte a Nexusunkat elég gyorsan. Nem hittetek a Kassadin erejében, srácok? Látom, itt sokan voltak, akik az ellenfél csapatára tették a voksot. Mennyi meccset várhatunk még? Olyan 8-ig kb. Hornheimot ismered? Volt szerencsém hozzá, igen, párszor. Warwick OTP, aki... nem tudom, mindig level 1-en invader, és ilyen Barrier Exhaustot játszik, vagy Barrier Ignite-ot, nem tudom. Nézzem meg, mi is volt a neve még egyszer? Az illetőnek. Ja, Xemon jól leírta a runákat egyébként, pontosan azokat hoztam. Na, meg is tudom mutatni gyorsan talán. Collectionben van? Na, megmutatom majd, amikor champ-szelek vagyok. Beamer Experts Tommy.
Ja, valamennyi hasonlóság van, az biztos. Ja, látom, hogy miért gondoljátok, hogy hasonlítunk. Valóban úgy van. Van hasonlóság. Melyik csapat fogja nyerni? A Kékor fog nyerni szerintem. Sokkal tapasztaltabb játékosaik vannak. Ládát nyissak? Á, nem nyitunk. Ülünk azon az 55 kulcson és 57 chesten. Á, actually, nyissunk szerintem mégiscsak. Hát ha kapunk valami jót. Oké. Nekem valami top lane skint adjanak, ne ilyen bard skineket, meg aztán végképp ne. A papi emót, az jó. Poppy emót, az tetszik. Ah, nagyon szépen köszönöm a Hype Train-t! Sok feliratkozást! Itt az ideje egy Akali meccshez? Hát biztos nem. Az én Akalim srácok, de azt ti azt nem akarjátok látni. A ronda Poppy emóta. Olyan, hogy Ronni Poppy emóta olyan nincsen. Csak jó Poppy emóták vannak. Nyissunk még egy tízest. Oké. Okay. Megtörtük a rendszert, ezt már nem bírja. Na, reménykedek egy Poppy skinben, ami azt illeti. Jó kis Poppy skin az jöhetne. Heartseeker, Varus, Maskara, Devenin, Exide, Morgana, Battleboss, Midscrank. Nem akarja csak adni ezt a Poppy skint. Riven top laner, mehet is a Riven. Három hextek chestet is kaptam. Nagyon sok vardskint adnak egyébként. Ti használtok vardskineket? Kíváncsi vagyok rá, mert én személy szerint még hogyha be is állítok egy vardskint, ami azt illeti meccsen belül oda se figyelek rá, hogy hogy néz ki a vardom. Ez nekem annyira egál, hogy milyen vardskinem van. Ezt nem tudom, hogy ti használtok-e, de nekem valahogy ezek a vardskinek nem jönnek be igazából, csak pazarlás, hogy megkapom őket normális skinek helyett. Kár érte, kár érte. Rerollolom a Teemo skint. Ha jól emlékszem, hogyha ugyanolyan skineket, amik ugyanannyiba kerülnek, azokat a skineket rerollod, akkor egy olyat kapsz, ami szintén azok közé tartozik. Conqueror Jax. Na, annak örülök. Conqueror Jax az egyik kedvenc Jax skinem. Az nem rossz. Évente egyszer, amikor kapok valami jót, akkor cserébe sose nézem. Most van Essence Emporium. Az mit jelent? Essence Emporium. Multi Disenchant. Oké. Okay. Ó, oh, ez mennyire jó, srácok! Disenchantolja a hőseket. 362, 462-vel indultunk. Oké. Okay. Akkor lehet disenchantolni, az biztos. Jó sok Blue Essence kapni. Mondjuk, mit is fogok csinálni ennyi Blue Essence-szel? 115 ezer Blue Essence most. Túl sok haszna nincsen szerintem. Legalább az új hőseket meg lehet rögtön menni. De azon kívül... nagyon nem szerintem. Emótokat se használok. De Poppy emót be lehetne dobni valahova. Reactions. Oké. Okay. First Bloodnak berakjuk a Poppy emótot. Mik vannak itt? Challenger Gwen. Ez mehet az Ace-be. Az okos bagoly. Kezdés. Jó lesz ez. Chroma shopban. Nézd meg a boltot, ott van az Emporium. Ó, azt nem is tudtam. 150k az Urfik. Az Urfik viszont megvan. Not Priest lol, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Halihó, üdvözlet. Chromákat tudsz venni most.
Az elég jó viszont. Shopban szerez meg a poppikont, megszerzem. Emlékeztessetek majd. Következő meccs után, ha esetleg elfelejteném. Ez jól hangzik, rá akarok nézni erre az Empóriumra. 2000-be kerül egy króma, hát az nagyon olcsó, hogyha azt nézzük, hogy ugye egy króma az ilyen 300 Riot Points alapból, vagy 370, nem is tudom. És 2000 Blue Essence-ért is tudsz kapni egyet, akkor az elég jónak hangzik. 290? Mindegy. Lényeg, hogy Blue Essence-ért nem kell fizetni. Az RP-ért pedig igen, úgyhogy ez körülbelül... Ugye jutalmazzák azt, hogyha aktívan játszod a játékot. Ez mondjuk elég szimpatikus mindig is, hogyha van ilyesmi. Hogyha már kaptunk egy jó kis Jax skint, lehet egy Jax meccset bevállalok. Megnézzük, hogy mi lesz ellenfelem, de én örülnék egy Jax meccsnek. Skin választáskor is megveheted a krómát, amit kipróbálnál. Oké. Okay. Zöld krómák, amik 10k. Én a Darius ikont 20k-ból vettem ki. Jó, 10.000 egy króma. Jó, hát ez a 2000 az, én is kevésnek találtam azt a 2000-et. 10.000 az már jobban úgy hangzik, mintha Riot Games találta volna ki. Riot Games elég greedy company. Sörcsap. Sörcsap gyengélkedik. Már régóta. Meg kell majd erősíteni. Baj, Laoi top lane. Na, az ellen fogalmam is, mit hozzak. Illaoi ellen nehéz valamit hozni. Szerintem maradok a Jaxnél, jó lesz az. Azon gondolkodok, hogy játszom akkor lethal tempóval. Vaj. Azt mondom, rájátszunk. Egy nagyon agresszív Jaxre. Jax elevédi, az Illaoi W-t levédi. De... nem tudom, annyira... ez egy furcsa matchup nagyon egyébként. Alapvetően azt mondanám, hogy nem rossz matchup, de... ugyanakkor nagyon nehéz ellene trade-elni. Mert hogyha rásétálsz az Illaoira, akkor ugye mindig lehetőséget adsz neki, hogy az E betűjét rátolja. Úgyhogy nehéz ilyenkor outtrade-elni eléggé. Magi Félix van a csapatomban. Ez nehéz veszteni akkor, illetve Samira is. Samira, Tarik, Jax, Nocturne, Sylas. Oké. Ez egy brutális kombo egyébként. Tehát ez öt hős. Tarik ultival mindenki megy előre. Ez megállíthatatlannak hangzik. Nagyon jónak hangzik a dolog. De ugyanakkor flankelnünk is kell, mert az ellenfél elég jól tud kite-olni a Táliával Ezreal-lel. Táli ledobja az E betűt felénk, akkor megállít minket, és épp ezért kell flankelni, valaki oldalról érkezik. Én vagy a Sylas, illetve a Nocturne ugye az ultival érkezik. Ilyen kombók után kell majd nézni teamfightoknál. Szoktad még írni a matchupokat? Szoktam, igen. Ja, én is úgy vagyok vele, hogy ez a matchup ez nem biztos, hogy a legjobb. Ugyanakkor az early levelek azok biztos, hogy nekem kedveznek. Azon gondolkodok, hogy level 6 után, mikor rám is dobja az E betűt, mi lenne, hogyha leulinnelem, és amikor ulcik, akkor elugrok.
Le fog csánkolni, az igaz, de nem lesz ultia, és akkor utána minden trade-et tudok nyerni. Szerintem ez lesz a play egyébként. Nem szabad az ugrásomat agresszívan ráhasználni, hanem hagyni kell, hogy ő E betűvel elkapjon engem, amikor rásétálok. És akkor meglátjuk, mi lesz ebből. Ha, ez egész csak elmélet egyelőre, ugye? Meglátjuk, a kivitelezés hogy fog működni. Ugye elég agresszív runa választásom is van. A lethal tempóval. Ami azt jelenti, igazából a level 1-es trade-eket biztos, hogy nyerem. What the fuck, ezt levardolta. Az elég furcsa döntés. Na most hagyom pusholni, mert neki kell itt izzadnia, hogyha a vardját így kirakta. Igazából az volt a level 1-emnek a célja, hogy elveszítse a Minion XP-t, amit szerintem sikeresen is kiviteleztem. Elég rossz a lane-em egyébként. Muszáj rikolni, hogy nem tudtam volna crash-elni. Még több miniont vesztek, ha maradok. Ezt a rikolt meg kell ejteni. Sajnos ez... First Blood-nak First Blood volt, de olyan nagy előnyhöz nem fog juttatni engem. Új Predi. Pedig kellett volna jutani. Most jelenleg nem tudok. Kicsit intenzív most a lane, de majd, hogyha lesz egy szabad pillanatom, akkor indítok egyet. Még egy kicsit megkésve is. Flash-t ezt nem használt, ugye? Ezek a trade-ek, az biztos. Van, adunk neki egy szabad push-outot. Azt nem hiszem, hogy le kéne innentől majd genkelni. Bár lehet túlságosan felsétál majd. Szép az Illaoi skin. Ja, ez brutálisan jó Illaoi skin. Én nagyon imádni szoktam. El sem tudom már képzelni az Illaoi játékot a skin nélkül.
Túlságosan lecsánkolt minket korábbról. Na hát ez level 6-os lesz, nem tudom, hogy mennyire jó ötlet rámenni. Ajajajajajaj. Oké, okay, útit kiszedni, az jó. Ha, oké. Okay. Magi Félixet majdnem elvitte az Illaoi. Mert egy recall. Ha jól láttam, az Illaoi is recallolt, ugye most nincsen útja se. Trade-ek nem nagyon adták, még a First Blood ellenére is. Most meg kell próbálni azokat a trade-eket, amiket említettem ugye korábban. Rásétálni. Főleg most az ulti a cooldownon van, úgyhogy ez egy lehetőség leolinelni. Lethal Tempest tökéletes erre. Meg az itemje is nagyon squishy. Jelenleg, hogyha rá tudok ugrani, szerintem azt megnyerem. Csak fagyasztani akarok. Az viszont jó lehet. Hát... ez ingyen herád lesz ellenfelnek, hogyha így folytatódik. Tehát nem lehet mit csinálni. Gyors recall. Sok miniont vesztünk, de muszáj. Muszáj, muszáj. Gyorsan rá kell rusholni a Thunderer-re minél gyorsabban. Megvan a Thunderer, akkor jóval erősebb leszek nála. Nem nagyon láttam még Jax-el játszani. Volt egy időszak, amikor elég sokat játszottam vele. De alapból nem tartom egy jó blind picknek a Jax-et. Akkor vannak ilyen Kennenek, Renektonok, GP-k. Hát ez nagyon bejött. Kiszedtük az ultiát ingyen. Ah, tentakolok mindenhol! Oké, okay, következő meccsen játszunk egy Illaoit. Túl broken a hős. Hát meg is jött egyébként nekem is a kedvem most ez az Illaoihoz. Mindig amikor játszok egy Illao jelen, akkor muszáj... muszáj elismernem, hogy ez a hős, ez broken. De nincs mit szépíteni rajta, ez egyszerűen broken. Nekem is volt egy... Hello? Oké, okay, Top Steve nagyon rossz irányba indult el. Oh, cannon! Cannon! Bam! Megvan az. Oké,
Nincs TP-je. Jó, kicsit meg... megütjük a tornyát. Ó, nincs demolishom. De hiányzik az a demolish. Á, de hiányzott ez a demolish, csak egy platinget tudtam most emiatt elvinni. Hozok egy Divine Thunder-öt plusz egy cipőt. Kennen GP a legjobb világi counter-ök? Nem vagyok benne biztos, Kennen az elég... Nem hiszem, hogy azok lennének a legjobbak. A GP az semmiképp nem a legjobb counter, mert... GP az nagyon kikap tőle, hogyha egy elbetűt betalál. Kennen az jobbnak hangzik, mert tudod tartani a távolságot. Szerintem olyan hősök, amik tudják tartani a távolságot, illetve a mobilitások is van, ugye Kennennek az elbetűje. Azok valóban a legjobbak. De, ha Kennent választasz, akkor eljön egy olyan időszak, amikor sidelane-en hatalmas nyomásra lesz rád. És csak tartani tudod igazából. Sőt, még torony alatt, ha betalál egy elbetűt, akkor óriás sebzést tud kitolni. Úgyhogy még az se az igazi. Fiora talán elég jó lehet abból a szempontból, hogyha előnybe kerülsz, akkor az játszhatatlan az Illaoi-nak. De szerintem igazából minden matchupban van valami esélye. Rumble az elég jó lehet. Rumble az valószínűleg az a matchup, ahol nem sok esélye van. Trundle. Illaoi nem akar itt átsétálni. Ott van botom. Oké. Okay. Ez betírt el Illaoi. Pedig saját hiba. Ő játszott túl agresszívan. Csak büntettük többször is. Ez a Trundle beface check-e? Valószínűleg. A kék az nekem elég jól jönne, de nem hiszem, hogy megkapom. Tarik egyébként az egyik legnagyobb counter Illaoira. Az ultia miatt, ugye nagyon erős. Hozunk CDR cipőt. Rárássunk Shoujin második itemre. Jónak hangzik. Hali Supreme Goat. Egyszer játszottál, de egy challenger van, azt nem értem. Hát Illaoi abuse. Én elég sok Illaoi OTP-vel játszottam már. Hát, mondom, ez a hős, ez brutálisan erős. Hogyha valaki jól játszik vele. Tényleg a Illaoi az... Volt egy ilyen fázis, amikor solo queue-t játszottam sokat, és akkor ugyanaz az Illaoi OTP ellen játszottam folyamatosan. Annyira elegem volt Illaoiból, hogy aztán kibannoltam utána a hőst. Minden solo queue meccsen, mondom, jól van, elég volt az Illaoi OTP-kből. Nekem is volt egy ilyen időszak, amikor nagyon spammeltem Illaoit, szerintem solo queue-ban nekem is nagyon jól ment vele. Én 8 győzelmem volt és 2 vereség. Sajnos nem hoztuk be kompetitíven végül. De ez most tényleg egy olyan mes lesz, ami... Igazából ez már csak idő kérdése. Oké. Okay. Ez az erősködés, ez elég rossz volt.
Nem kellett volna topról ide átcsézelnem az egész pályán, aztán itt küszködni és végül itt kikötni. Az ilyesmi az sose jó. Á, negyed kaotikus meccsről van szó, belefér az ilyesmi. Majd visszatépézek, hogyha feléledek. Á, úgy tűnik nem lesz abból sok. Elmegyek topra szerintem. Ó, jövök én is. Na, ez is működik, sure. Mi a gond a híróval, hogy nem játszott versenyem? Szerintem sokan rosszul tekintenek a hősre. Valahogy nem annyira illet bele a csapatunknak a filozófiájába pedig. Alapból, hogyha jobban belegondolok. Ugye... Elég sokszor magamra maradtam, meg egyedül csikartam ki előnyöket. Arra például az Illaoi szintén egy elég jó hős. Hogy alapvetően bele kellett volna, hogy ilyen, de valahogy a... Ez mondjuk a nyári szezon volt. A nyári szezonban szerintem beleillett volna, a tavaszi szezonban viszont a csapatnak sokkal inkább szüksége volt arra, hogy én jelen legyek a harcokban, meg az irányításban. És emiatt ugye az Illaoi erre nem egy jó hős, mert főleg split pusholsz vele. Na, azt is ellopjuk gyorsan. Megvan a Shoujin. Silas le akar tépézni botra, az jó. mit hozunk következő itemnek? Black Cleaver vagy Zonya? Esetleg Death Stance. 7-2-es tália. Ó, ez brutális. Szerintem maradok a Black Cleavernél, és utána egy viccendet fogok majd építeni. My blade is at your service. Viktor 221, 5. hónap, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Alistar túl OP. Te utálom az Alistarokat. Nem lehet mozogni ettől a hőstől. Szerintem Zonyába fog beleinvestálni. Táliának ki tudjam dodge-olni egy-egy képességét. Ez túlságosan mély lesz. Ez nagyon rosszul alakul. Nem tudjuk a pályát. Jó, na sor. Oké. Okay. Ebből még lehet masor egyébként. Szép. Ez nagyon jó call volt, bárki is csinált ezt a masort, ezt nagyon szépen átlattam.
pusolom toppot. Ez egy game winning call volt. Mert most tényleg tudjuk, tudunk a meccsel előre haladni a sorról. Táliának is kizettük a flashét, ugye pont ez, amit mondtam, hogy flankelni kell majd. Ez be is jött. Sikeresen találtam egy flanket rá. És most nyitok miden keresztül, felállítjuk a kontrollt. Még Haraldunk is van. Csak annyi, hogy az Alistárt kell elkerülnöm, ez az Alistár, ezzel nem tudok mit kezdeni. Ez a hős, ez annyira brutális. Na, én is nyitok igazából topra. Nagyon rossz. Ahhoz képest, hogy jóval erősebb vagyok nála, elég szoros volt az 1v1. Mondjuk be is tankoltam rendesen minden képességét. Úgy voltam vele, hogy megtehetem. Kicsit félek attól, hogy kollapszálnak rám, de úgy tűnik nem kollapszáltak. Na mindegy. Ez a tier 2-es torony nem éri meg a potenciális halált, ugye level 15-ös vagyok, hogyha engem most megöl valaki, akkor óriási XP előnyhöz juthatnak. Nagyon sok XP-t kapnak. Nem tudtunk elvinni senkit, érdekes. 4v5-öt elvesztettünk. Hát, ez jó érdekes volt. Ezzel elbírok most egyáltalán. Az ultimat meg akarom várni. What? Te OP ez az... Te OP ez, Zilaoi! Nem bírtam el vele. Brutális. Ezt az irányt meg lehet fogni. Legalább reszetörődött egyébként az arany rajta. Na, megyek topra. Ezt ne konteszteljük ezt, amit ide. Vagy. Oké. Thank you.
Nincs flash-ja. Worth it. Nem worth it. Silas meghalt. Boah, de brutális ez a Thalia. Muszáj valami magic resistet venni. Már egyébként ez egy fokkal jobb lesz majd, hogyha az Illaoi ellen vagyok, hogy lesz zónyám legközelebb. Ugye nem volt zónyám még az előző harcban. Sokat számít, hogy lettok blokkolni egy óriás sebzés aragot. Thaliának a sebzése, ezt nem gondoltam volna, hogy ebbe belehalok. Brutális volt. Nosor 8 másodperc, el fog úszni szerintem. Rá fognak rusholni. Csak annyira sok sebzések egyébként nincsen. Szia Duranda pajzsa. Jó, szerja, elég lassan megy le nekik. Egy steal lehetőségünk mindenképpen lesz. Nem Alistar ellen. Csézelem őket, de egyébként túl sokat nem akarok csinálni. Nagyon jó. Ez lett game winning play volt. Sőt, ez annak tűnik. Na. Még jó, hogy ezt nem vesztettek el. Ez szégyen lett volna ezt a meccset elveszteni. GG. GG! Kit honoráljunk? A Samirát szerintem. Az... Ez elég jól játszott a Samira. Ja. Ez a Tarik ulti az nagyon erős volt a végére. Ez a tipikus solo queue-na short play volt az ellenféltől? Ja, az az volt tényleg. Holy moly, makaróni mumus száz szavaival érve. Jó öreg mumus. Régen beszéltem már vele, ami azt illeti. Az a te nevem lolba, hogy Big Bizi csacsita vagy a példaképem. Köszönöm szépen a megtiszteltetés, Duncsi. Oké, mit mondtatok? Hol tudom ezt megtalálni a store-ban? Emporium. Aha, itt vannak a krómák. Tehát alapból a krómák kétszerbe kerülnek, és vannak a speciális zöld krómák, amik ezres. Van itt valami hős, amit én is játszok. Ha nem úgy tűnik, hogy lenne. Mindegy, körülnézünk itt. Ezek, mik ezek a minik? Demacia Mystery Mini. Vagy ikont kapsz belőle, oké. Okay. És azt mondhatok, hogy van poppisikom. Na, annak Maokai krómák. Rammus króma, oké. Okay. Astronaut Rammus, szerintem meg sincsen nekem végül is. Gwen krómák, az jó.
Jó van, körülnézek majd valamikor. Illaoi krómák is vannak. Hát ja, elég sok króma van itt. Mondjuk úgy, hogy az összes króma itt van valószínűleg. Nincs meg minden skin, nem? Bevezették ezt az ilyen Riot Badge. De nincs meg már a Riot Badge-em. Ó. Elvették a Riot Badge-emet. Oké, okay. Ezt majd jeleznem kell. Csapaton belül valakinek Riot Badge-et visszakapni. Ja, azért nincs meg egyébként minden skin. Nem, nekem nincs meg minden skin. Hogyha ránézünk, hogy milyen skinek hiányzik. Most elég sok skin hiányzik jelenleg. Régen volt az, hogy minden skint ugye megkaptál. Hát, hogyha most ránéztek, nagyon sok skin hiányzik. Többek között pár skin, amit szeretnék is, hogy meglegyen. Például az Illaoi skin az nincs meg. Keres rá név szerint a hősre. Á, oké, ez hasznos. Duff Templar, köszönöm szépen a cheert, de ezt vajon miért nem jelezte ki? Valami beállítás probléma. Minden esetre nagyon szépen köszönöm. Hozzak egy Illaoit? Jaja, hozunk egyet. Meghozta nekem is a kedvemet. Kémin azt mondta, hogy Mordekaiser hatalmas counter Illaoira, mert ugye amikor ultizik Illaoi, akkor leultizod Illaoit, és a tentakölök nem jönnek át ebbe a Mordekaiser realmbe. Ebben látok egyébként fantáziát. Ami az, ami még problémás lehet. Esetleg Gwen az problémás lehet. A Gwen az egyébként biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon nehéz matchup. Lehet kiküldöm a Gwent. De a Morty ultit ugyanúgy le is tud blokkolni a tieddel. Ja, hogy... Hát, ja, nem tudom, hogy ezt reakcióval le lehet-e blokkolni. Azért elég gyors az animációja a Morty ultinak. Hogyha le tudod blokkolni, akkor jó lehet. Csocsi, mikor láthatlak szettel a gigacsed a gigacseddel, hogy ott menne? Valószínű, nagy ott menne, nem lennék abban biztos. Végülis, az például a set az egy olyan hős, ami Illaoi ellen nem biztos, hogy rossz. A dupla véd ez nagyon erős ellene. Na mindegy, netán ölözünk annyira erre az Illaoira, hogyha nagyon rossz lesz egyébként, akkor nem hozom. Most csak háborölöm egyelőre. De nagyon érzem a blind pickelését is jelenleg. Csak jó lenne valamilyen hős előugrana az ellenféltől, ami ellen jó is lenne. Szett is kiútizza a csápokba, nem? Azt is lehet vele csinálni valóban. Horn W, Kassanta W simán lereagálható. Csacsi Illaoi, akkor ez már 18 plusz content lesz. Valóban. Ne, csak Kai'Sa-t ne! Vayne vs. Kai'Sa! Ez hogy lehet nyerni, srácok? Vayne-ünk van Kai'Sa ellen. Hogyha... Trindamért top lesz, akkor viszont nem hozok abba Illaoit. Szerintem ez talán az a matchup, ami necces lehet. Ugye Trindamért Undying Rage miatt. Én nem vagyok Trindamért játékos, de ez nem hangzik jól Illaoiként. Ha Trindamért top lesz, akkor hozok rá egy Ormalf. Oké, okay, hogyha Nautilus, akkor Poppy, hogyha Janna, akkor Malphite. Hogyha Trindamere mid van, akkor... Hát egy Poppy meccs lesz mindenképpen. Ez nem... Ez itt nem kérdés, srácok. Rá kell nézni a team compukra. Trindamere ugrás, Camille ugrás, Nautilus hook. Mindent tudok blokkolni. Ez teljesen game winning pick jelenleg a Poppy. És ti azért szeretnék nyerni minden meccset solo queue-ba, hát miért is ne. Hány meccset játszottunk eddig? Csak kettőt? Szerintem csak kettőt, nem? Volt az Ornos meg a Jax-es, mindkettőt hoztuk. Jól van.
Okés. Indítok egy predit. Mi lenne egy kicsit damage orientált a Poppyval? Hadd nézzem, mik a team kompok. Ezt még átgondolom kétszer. Kétszer is át kell gondolni a dolgot. Damage orientált a Poppy, mit építenék rajta? Ugye Thunderer-t? Thunderer Iceborne helyett. Annyira nem tetszik a dolog végül is. Az a baj, hogy nekem fontos, hogy tankos legyek, hogy később tudjam tartani a... Trindamért, ugye? Nekem aztán mindegy. Ezzel most késik a jungle clear-je, ugye? Q betűs kezdés a Camillon, az nekem elég kedvező. Ha betalálnám az én Q betűmet. Kiszedtem a passzívját. Gyorsan kéne, mielőtt a level 3-at eléri. Hát ez nagyon gáz volt. Ez nagyon gáz volt. Kivitelezés. Úgy éreztem, nagyon ingyenes lenne rá, csak ráugrani, de valami nagyon rosszul ment az executionben. Na mindegy. Nem vészes, nem vészes. Camille-nak sinnye van. Lehetne rosszabb is. Nincs flash-je neki sem. Elég vérszomjas trédelések vannak itt a toppon. Oké, kiszedte az a W-met.
próbál valami all-in szituációt kialakítani, mert neki az E betűje az alacsonyabb cooldown, mint az enyém, mint az én W-n. Ilyenkor erre kell figyelni, hogy neki most megint lesz E betűje. Kéne pusholni együtt szépen. No problem. Belefér. Eldöntetem, hogy menjek-e Plated Steel Caps-re. Szerintem rámegyünk. Nem, megyek inkább Bami Cinderre. Ez segíteni fog sokat a trédelésben. Rárásolok a Sunfire Aegisre, és utána mehet majd az Iceborne. Az előző kör az win lett, igen. Ó, ez egy elég nehéz kezdés erre a meccsre. Most nem leszek az a szokásos Fat Poppy, aki bármit megtehet. Legalábbis első ránézésre. Maga a gank jó volt belehalni utána a Liliába. Ez nem volt jó. Valahogy úgy érzem, hogy megint valamit mis-execute-oltunk a Lee Sin-nel. Na, elég jó dodge ez a Camille. Bár ugyanakkor elég rizikósan is dodge. Nem vagyok hatos. Most már igen. Érdekes. Trade-ek nem alakulnak a legjobban. Változtatás megint. Rárassolunk majd. Swap az egy elég jó időzítés. Tempo swap. Na hát még a Nautilus-t el tudom vinni. No flash, no R. Se flash, se ultia nincs. Ez egy jó flash. Jó swap lesz abból a szempontból, hogy kihozzuk mindkettőnket a rossz matchupba. Ha nekem őszintén szólva ez a matchup elég rosszul állt, de úgy tűnik, hogy ők is swappolnak. Lee Sin-ünk viszont nagyon erős. És ebből a swapból én lehet két platinget is kapok. Itt kettőt nem is. Na, most talán kettő. Ja.
Vissza kellett volna swappolnunk megint, mert nem lesz jó vége így. Arany befolyás, arany folyás a poppira. Az mindig jó. Feltépézek topra. Passzív kill. Jó, ezt a meccset ezt teljesen megmentettük ezzel a swappolgatással. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Ez nagyon kellett. Most én teljes mértékben visszajöttem, sőt most már fed is vagyok. El is feed előttem srácok, és meg a Nautilus is flash-elt. Az a baj, most itt ragadtam toppon, ezt valakinek ki kéne segíteni engem. Na most ez viszont nem tűnik jónak, ami most zajlik. Ja, ezt meg lehet fogni. Azaz! Megvan, szép. Jól van, megérte, megérte. Meg is van a gauntlet. Lehet én is ide a csapathoz nyitok, én most nagyon erős vagyok. Lee Sin is rendkívül fed, ugye 6-1-es Lee Sinről beszélünk. Fed Poppy. Ja, elég gyorsan elfidelődtünk egyébként. Kéne segíteni. Rel, de szépen le CC-zte végig ezt a Liliát. Ah, nagyon szép. Viszünk egy kis jungle campet. Liliát szabotálni az mindig jó. Szép. Vérszomjasak vagyunk, én megyek fel topra gyorsan. Vérszomjas meccs. Nagyon elsnowballoltuk. 10-1-ben van a Lee Sin-ünk is. Kevés farmom van, de ez nagyon jó comeback volt. Hát ez a Lee Sin nagyon beindult most egyébként.
amennyire rosszul viteleztük ki az early game-et vele együtt. Ő is, meg én is szerintem. Majd vissza kell néznem, de valamiért az volt az érzésem, hogy minden szituáció jó volt, amit elkezdtünk. De mi execute-oltuk őket. Mindketten. De azután mindketten eléggé beindultunk. Most pedig már nincs megállás. 3500 arany, az elég sok. Ott találtam egy Trindát. Ez Trinda az már nem is fett, ez elég underfett Trindával vált. Irisang milyen volt teammateként? Nagyon agresszív. Irisangnak rendkívül agresszív stílusa volt. Szerintem le van wardolva. Triple kill. Akkor a Lee Sin 13-1-ben van, akkor nem nagyon lehet megállítani. Hát igen. Haha! Nincs menekvés a vérpop jelöl. In-game vagy IRL agresszív? In-game. Hidisang az nem agresszív IRL egyáltalán. Nagyon nyugis egyébként alapvetően a Hidisang. Oké, ez a meccs, ez teljes mértékben a kezünkben van. 13-1-es Lee, LeBlancunk iszonyatosan fed, Poppy is eléggé fed lett. Vayne az meg igazából senkit nem érdekel, a Real az OP hős. Úgyhogy ennyi. A Cannon-ökkel viszont nem vagyok barátságban. A második Cannon-t is elmisszeltem. Na mindegy. Mindig reménykedek benne, hogy a Sunfire passzív majd leüti a végét. Hát nem. Nem olyan kegyes ez a Sunfire passzív, hogy leüsse. Vagy meg senkit se érdekel, hát ez így van egyébként. Maga Vayne az egy nagyon useless hős. Ezen a meccsen. Nagyon nehéz Vayne-t játszani az ellenfél csapata ellen. Oké, ez teljesen kisnowballozott kontrollal. Az a lane swap megtört az ellenfelet. Örülök neki, hogy ennyire jól elsült. Mert elég sok solo queue meccsen volt, ahol ez nem sült el jól a lane swap. De ez a mostani, ez nem az. Szép volt Johnny. Jól lekerrizte. Elég tiltproof is volt Johnny egyébként. Emlékeztek arra a Kane-re, aki igazából jött gankelni topra. Aztán csak elkezdett ping spammelni, mint egy idióta. Na, ahhoz képest ez a Lee Sin, annak ellenére, hogy teljesen sok miss execution volt toppom. Ő is, meg én is igazából tiltproofok maradtunk, és nagyon sokat számított abba, hogy vissza tudtunk jönni ebben a meccsben. Hányadik meccs volt? Harmadik szerintem. Meg lett a Poppy ikon. Van ilyen is, hogy Poppy ikon. Okay. Szóval, tehát, hogy beírom, hogy Poppy. Oda. Oda. Poppy.
csak ezt dobja ki Poppinál. Ezt másról kéne néznem. Ja, hogy ez... Ládából kell, oké, veszünk pár ládát. Egy öt ládából csak kihúzzuk. Mennyi ikoma menne? 7 ikom. Galio. Silas. Nem lesz meg, érzem. Érzem, hogy nem lesz meg most már. Utolsó láda. Meg lett! Ez az, ez az. Ah, ez tényleg jó kis ikon. Be is rakjuk rögtön. Haha. Meg lett az utolsóból. Mondjuk vettem volna egyébként többet, ha nincs meg. Teljesen mindegy, de így, hogy megvan, ez így leegyszerűsíti a dolgokat. Németországban élsz? Igen, Essenben élek. Paresz, nagyon szépen köszönöm a raidet. Üdvözlet mindenkinek a winning streamen. 3 győzelem egy csinórban eddig. Aztán ezzel most lehet, hogy lejinxeltem a dolgot. Azért is húztál át a Berlint pólóján. Az egyébként nem áthúzva van, hanem csak ide van írva, hogy Berlin International Gaming. Az International Gaming van az áthúzáson írva. De ez valóban egy... Maga a design az nem a legszerencsésebb ebből a szempontból. Tényleg úgy néz ki, mint egy áthúzott póló. Még ha... Nem is az akar lenni. Na. Ilaoi meccset hozzunk. Hogy te atya úristen, mi ez a team comp? Ezt látni se akarom, srácok. Ezt látni se akarom ezeket a pikkeket. Vayne, Senna, Kiana, hol a Synergy ezek között? Ez annyira veszettnek tűnik már alapból. Ezekkel a hősökkel. Kibannolom Relt, mert hatalmas lesz a support gap, hogyha az bennmarad. És ez mi most, hogy elvették a Riot Badge-et, meg nem adnak már skineket, meg ilyenek. Hát elvileg kéne, hogy legyen Riot Badge-em az IRL-eknél. Nem tudom, hogy ezt most visszavonta-e a Riot. Elég érdekes lenne, ha igen. Utána kell érdeklődni. Valaki first pick. Vayne first pick. Hajrá, lehet a Vayne first pick. Cassante-t én is megnéznék. Őszinte leszek. Nem tudom, mi menti meg ezt a team kompot. Lehet csak rávágjuk az Ilaoit, aztán speed pushanunk. De legjobban annak örülnék, ha ezt valaki kidodzsolná. Ez egy nagyon jó dodge angle. Eddig meccsek milyenek voltak? Nagyon jó. 3 győzelem. 3-0. 0 vereség eddig. Aztán meglátjuk. GLHF csacsi, nagyon szépen köszönöm, Paresz. Ne adjad túl Mester Pigget be az Ilaoit. Na, még Nidalit is rávágtuk. Ja, jól van. 0 CC team comp. Miért is ne? Egyértelmű van, hogy a top fal plusz Kiana ulti teljesen megéri. Na, bevállaljuk ezt. Bevállaljuk. Shen top lane, oké. Okay. Shen top lane az kellemetlen lesz level 6 előtt, de level 6 után elég ingyenesnek hangzik a dolog. Na, hozom az alapskint. Ez biztos szerencsét hoz. Maradok én is a Grasp-nál. Pump plating jónak hangzik. Az jó. Nem, ez egy olyan... Ezt kell hozni szerintem. Ha rossz volt, akkor tuti. Nem, ez hatalmas leasing carry volt az előző meccsem.
Ez biztos te voltál, Paresz. Paresz Kerry. Paresz Kerry. Prediction-t indítunk ismét. Kinyeri a meccset. Ha valaha is akart valaki a mi csapatunk ellen szavazni, akkor itt az idő egyébként. De ez a Team Compass katasztrófa. Ugyanakkor őszinte leszek, az ellenfél is a legacélosabb, mert 4 milli hősük van. Ez azt jelenti, hogy a Vayne az mindig fog tudni ütni. Az egyetlen probléma az a Twitch lehet. De hogyha Twitch fed, akkor esélytelen, hogy nyerjünk. De hogyha Twitch underfed, akkor szerintem van esélyünk. Sidestep maniac. Oké, okay, sidestep maniac. Hát, azt nem oda akartam rakni, nem mindegy. Ó, oh, Shen ott van. Ellenetek szavaztam, de csak kis összeggel. Haha. Bevételtelek titeket. My blade is at your service. Dewey Star, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Csak mert kérted, ellenet fogadtam. GL, GL, köszi szépen, Dewey Star. Oké, okay, Q-val vagy W-vel kezdünk. Mindkettő jó opció. Valahogy dupla fé fele. Érzem egyenlőre. Nem akar spawnolni tentakot. Hát ez eléggé letradelt. Ez várható volt, ezt mondtam is, hogy az eleje az nehéz lesz. A level 2-re kéne vigyázni. Hát fogja lépni most. Rágrideltem, hogy a minion XP-t el tudom vinni, de nem tudtam elvinni. Kár. Túl sok volt a trade, hagyni kellett volna pusholni, nem gondoltam, hogy ennyivel gyengébb vagyok, mint ő. De ez Doran's Shield Difference egyébként. A tentakolok nem spawnoltak jó helyekre. De vérszomjas lett a top lane. Nem volt jó ez a Corrupting Pot is kezdés. Torrent Shield-el kellett volna mennem nekem is. Ez nagyon nehezen játszható így. Jobbak a trade-jeim, mint neki, de igazából a sustain difference az túl magas. Ha duplavét tudok trade-elni Q-ért, akkor az jó lehet nekem, de... Így, hogy nincsen sustain-em, ez így nehéz. A pump plating is inkább visszaüt most, mint hogy előnybe hozna. De ez viszont elég jó, hogy bekresselődik legalább a Minion Wave. És a level 6-ig, ha ki tudom húzni, akkor még lehet esély. Visszajön. Úgyis lesz olyan szituáció, ahol a Shen elultizik, és akkor kapok free farmot. Nem sokat hezitál egyébként, hogy betauntoljam. Még nem is kell neki. Nem is kell igazából. De. Nagyon agresszívan játszik. Meg is teheti, úgy tűnik.
Ah, nem baj, recall. Wave az most jó pozícióban van, úgyhogy ez nem vészes. Bami Cinder a semmi ellen. Ja, hát az nem egy winning trade, akárhogy is nézzük. Bami Cinder a semmi ellen, az nem hangzik jól, srácok. Ez Precision 3 is elég useless agresszív játékhoz. Maradnom kellett volna a szokásosnál. Alapvetően Inspiration-nel szoktam játszani. Ez az Illaoi OTP-k szoktak így Precision-nel játszani. Na ez azért most viszont már sok amit csinálnám. Ja, ez nagyon jó volt. Ja, kösz szépen a shutdown-t. Ezzel teljesen visszajöttem a játékba. Gyorsan bepusoljuk a lane-t, és mehet is a recall. Bevásárolunk. Oké. Okay. Jött egy Caulfield Warhammer és még egy Longsword. Nem vett armort egyébként a Shen. Ez elég nagy hiba lehet a részéről, hogy nem vett armort. Az armor az nagyon szükséges a Shen-nek. Illaoi ellen, ugye full AD hősről beszélünk. Na, én is veszteni fogok egy platinget, mindegy. Az, hogy nem vett armort, ez elég rizikos. Kér, Shenar. Meg kéne várni, amíg van valami nyomásom toppon, legalább. Ez most ingyenesen ulti. Ja. Meg is adták neki a lehetőséget. Kár. Vagy. Ó, oké. Okay. Csapat megfordítja. Lol. Oké. Okay. Ez full comeback innentől. Pont ez amit nagyon nem szeretek semben. Hogyha nincsen egyébként jó csapatod, akkor nagyon nehéz vele érvényesülni, mert akkor most hiába nyered a lane-edet. Ugye ez a sem most jelenleg nyeri a lane-jét. Hiába nyered a lényedet, hogyha rossz a csapatod, akkor nem tudsz semmit se csinálni, mert level 6 után gyengébb vagy az ellenfelednél. Na, ez teljes mértékben build hiba volt egyébként. Runa plusz build hiba, plusz játékstílus eleinte. Megvárom a TP-t, addig szépen passzívan beállunk. Szecsuáni botom van, oké. Okay. Ha még mindig egy level hátrányom van egyébként, ez elég durva. Ahhoz képest, hogy elultizott és meg is halt. Hát 11-3-ban állunk egyébként, nagyon fed a bot lane-em. Vayne plusz Senna, alapból team comp alapján ez nagyon gyenge bot lane, de ezek szerint a laning fázist azt nagyon nyerik, valahogy. És még a Shen ulti ellenére is nyerik. Az szép egyébként. Black Cleaverig nem lesz sok esélyem letrédelni. Mondjuk nincsen sok armorja egyébként. Visszatépézünk.
tegyem. Öt emberrel érkeztek, oké? Az meglepő volt. Öt emberes top party. Nekem nem jön be egyáltalán ez a corrupting pot is kezdés. Nagyon squishy-nek érzem magam. Wisdom is frequently a kick in the head. Megjött a kill! 2-0-as Renektor ráadás, ez még nem is egy fidelős játékosok. Jó lenne backelni. Nagyon sok aranyom van. Kubetű kijött volna, akkor megvan az is. Na, Senna, megvan. Szép. Nem megyek botra. Majdnem double. Ez lehetett volna egyébként double. Nagyon rosszul játszottam meg a végén. Mert amikor a Renekton előreugrott, hogy lesztanoljon, Q betűt rá kellett volna. Animation cancel aznom. Ez például olyasmi, amit Illaoival el lehet sajátítani. Ezt láttátok az korábbi olimpiai is, amikor ugye itt megöltem a Renektont, hogy rámugrott. És amit miközben stunolt, akkor közben kinyomok egy animációt, egy E betűt, W-t, Q betűt, bármilyen animációt ki tudsz nyomni közben. És akkor a stun ideje alatt igazából ez az animáció, ez akkor kijön. És itt például tudtam volna egy Q animációt kinyomni, és szerintem a Q healing az pont elég lett volna ahhoz, hogy túléljem. És valószínűleg utána meg is lehetett volna ölnöm. Lett volna lehetőségem is megölni a Renekton. Na mindegy. Ez már csak ilyen apróságok, ez a meccs az nagyon nyerve van jelenleg. 0-6-os Szedzsuáni. Upsza. Mondjuk úgy, hogy ez nem érdemelte meg ezt a vereséget, de... Ezt nem érdemre adják a győzelmet, meg a vereséget. Oké, okay, ez jó nagy küszködés volt, de nem volt rossz egyébként. Nem volt rossz. Küszködős botlane akciók. Kifogytunk a manába. Ja, nagy party volt botom, de... Ez...
Ezért imádok Inavait játszani az ilyen szituációkért. Uha. A mana! Itt is a mana! Megvan. Nem kellett volna üldözni. Láthatatlan Twitch. Oké, kicsit elfrolgoltuk a meccset egyébként. Meghalt a Fat Nidalink, meghalt a Fat Kiananunk is. Amennyire ingyenesnek is tűnik ez a meccs, ezt lehet, hogy most szépen el fogjuk dobni. Mert említettem, hogy annyira azért nem acélos a team kompunk, hogy ilyesmiket megengedhessünk magunknak. Na, megnézzük majd. Nem kevés shutdown-t adtatok az enemynek, hát nem. Most is valószínűleg jönnek rám egyébként. Most tűrtőztetnem kell magamat, mert ennyit a tűrtőztetésről. Ez nem olyan rossz a kimenetele ennek egyenlőre. Az a Renekton az eléggé ledarált engem egyébként. Elég fed. Ó, ne, elkapta. Ja, a Vayne az nagyon jó a team compjuk ellen most. Amennyire useless volt a Vayne az előző meccsen, ezen a meccsen csak akkor lenne useless, ha a Twitch fed lenne. De ugye a legjobb szituáció megtörtént, a Twitch underfed. Underfed Twitch az pont, amire szükségünk van nekünk. A többi hősök az nagyon useless Vayne ellen. Nem hamarabb kellett volna ultiznod. Valószínűleg jó lett volna, ja. Nem gondoltam, hogy Orin szituációba kerülök bele. Igazából én csak ki akartam pókolni a Rakant, de eléggé egyedül voltam. Visszamegyek a Mifik itemért. Sokat fog segíteni abból, hogy le tudjak chase-elni embereket. Van egy lassításom most, dupla vén. És következő itemnek akkor pedig jöhet egy Death Stance. Death Stance elég erősnek hangzik. Chase potenciál. Ugye az Iceborne Gauntlet, tehát tényleg elég jól lehet chase-elni. Ezt most meg is mutathattam rögtön. Hát, marad a recall igazából ebből a playből. Ez de rossz execution volt részemre. Igazából rögtön ultiznom kellett volna. Nem is tudom, miért tartalékoltam az ultit ennyi ideig.
Bye bye. OP az item lassítás? Jaja. OP bizony. Kéne valami magic resist. Szerintem tankosság kell nekem, majd megveszem a Death Sense-et. Sennek nincs TP-je, viszont van ulti-ja, gyanítom. Tegyük nyomás alá a sort. Nem kell szerintem. Betankoltam neki. Reménykedtem benne, hogy meg tudja ölni az összeset, ha betankolom. Meg is tudta. Szép volt. Vayne nagyon OP az ellenfél teamkampja ellen. Twitch-et ugye nagyon gyorsan el is vittük. Ez gyors GG. Én voltam az áldozati hős. Betankoltam a tornyot, tudtam, hogy meg fogok halni, de volt, jól van. Hát ha Vayne meg tudja őket ölni, meg is lett. Ez a Vayne az innentől megállíthatatlan lesz. Rüheled a Vayne-eket? Ez attól függ, hogy mit játszol ellenem, hogyha outrange-eled a Vayne-t, akkor az a legusless-ebb hős a játékban. De hogyha 4 midi hősöd van, azok ellen játszik és nem one-shotolod, akkor viszont nagyon rühelheted is, mert az brutálisan erős. Illaoin egyébként brutálisabb Black Cleaver, 2800 HP-t letöröltem már vele. Szerintem nincs olyan hős, aki ennyire erős lenne a Black Cleaver, mint Illaoin. Hoppa. Nem lesz jó vége. Igazából nem kell semmit csinálnunk. Ez jó lesz. Az ulti trükk Illaoiban, nagyon low HP-s valaki, és elmenekülnek, akkor benyomor az ultiat, akkor nem tudja dodge-olni a tentakot, ezt le fogja lászítelni. Ez ulti trükk. Ezt régen én nagyon szerettem alkalmazni vele. Ritka egyébként a lehetőség hozzá, de hogyha előfordul, akkor elég szépen lehet vele finisherni ellenfeleket. Nem tudja dodge-olni. Az ulti is tentakot nem lehet dodge-olni nagyon. Amit lehet, de nagyon nehéz. 95%, esetek 95%-ában be fog találni. És két tentakörre is lesz lehetőség egyébként. Mert az ultid ugye 8 másodpercig tart. Tehát két tentakört is torcsolnia kell. Ami... én még nem láttam, hogy valakinek ez sikerült volna, de... ki tudja.
Szép délután, sörcsapos. Szép délután neked is. Rigó. Ezt egy régebbi streameden is mondtad, azóta tudom. Ja, de szerintem jó régen volt már, hogy Ilával itt játszottam. Szedzső, ez bealudt. Nagyon bealudt, nem? Oké, okay, jó kis comeback volt. Ez a meccs, ez tényleg nem rajtam múlott. Szépen lekerizett a csapat. De azért egész jó comebacket sikerült végül is összehozni. És még a 50 Nexus Gold is az enyém. Az a legfontosabb egyébként. Aki az 50 Nexus Goldot behozza, az carry-zte le a meccset. Úgyhogy... akkor mégiscsak én carry-ztem le. Ez a iratlan szabálya a League of Legends-nek. Vayne-nek adok egy honort, mert eléggé szépen játszott. BRB, elmegyek sörért, addig legyetek jók. Egészségedre, Venustus. Állítom, neked is így lesz a legnagyobb sör. Vayne-nek nagyobb volt, nem? Szerintem nekem volt a másik legnagyobb, de Vayne-nek volt a legnagyobb. Á, még a Kiana is out damage-et. Ja, annyira nem volt nagy sebzésem, inkább ilyen utility Illaoi voltam. Ugye, hogyha a Frozen Gauntletre mész rá, akkor a sebzésed az elég nagy ütést kap a Frozen Gauntlet miatt, mert ez nem damage item. Ja, alapban nem is szeretem ezt a buildet, ez inkább egy solo queue build, azt mondom. Ha nekem Illaoit buildelnem kéne, én szerintem nem is vennék Mythic itemet. Ami azt jelenti, hogy a következő szezon az még jobb lesz Illaoinak, mert ugye Mythic itemek azok nem jók rajta. Tehát ezek a jelenlegi Mythic itemek, ezek mind okésok. Én Trinity Force-ot szeretem rajta. A Gore Trinker is elég jó rajta. De ezek is ilyen okésok. Szívesebben vennék mondjuk egy Starax Gage-et, mert az Illaoinak az egyik legmagasabb base AD-ja van. Tehát Starax Gage-ből rengeteg AD-t kapsz így is, úgy is. Úgyhogy... ez mondjuk elég jó lesz neki, hogyha a Mythic itemeket tényleg eltörlek, akkor ez sokat kedvezhet a... az Illaoinak. Na, utcsó meccsen mit hozzunk? 4-0 eddig. Jó lenne egy 5-0-val zárni. Szerintem meg is lenne a Grandmaster, hogyha sikerül 5-0-val zárni. Ezt majd meg is nézem. Ha sikerül 5-0-val zárni. Ha nem sikerül, akkor... akkor úgyse lesz meg. Maradunk a Karthus bannál. Toxic OP hősöket ki kell bannolni. Hogy megy az EU Masters, egyébként ránézek. Azt mondanám, hogy a K-Corp 2-0-ra vezet. Na, megnézzük, hogy valóban igazam van-e. Csak ugye Twitch-en folyamatosan jönnek a reklámok. Kettő-nullára vezet a KC. Jól van, tudtam, hogy ez van egyébként. Mert Franciaországban vívják a döntőt, és a Casey az alapból egy olyan csapat, akinek rengeteg tapasztalata van színpadon játszani, nagy színpadon játszani, úgyhogy nekik ez semmiség, miközben Movistar Riders játékosai valószínűleg remegő kezekkel érkeztek. Dive comp. Oké, nekünk egy dive compunk van. Olyan hős kéne hoznom, aki egyenesen belemegy az ellenfélbe, és AD hős. Mert ugye Kai'Sa az AP lesz, Akali AP, tehát valami AD hőst kéne hoznom. Aki bemegy, és jó immobilis hős kell. És blind pickelhető. Hát, feladták a feladatot. Rendesen. Jaxet bannolta valaki.
Jack Spawn az mit indikál? Hat. Túl sok mindent, nem? Cassante végül is lehet dive hős abból a szempontból, hogy tank se rossz a csapatnak. Orn jó lehetne. De Ornnal talán túl sok a májkos sebzésünk. Renekton? Jón az alapban jó lehet, de én most féltem volna blind pickelni Jónt ezzel a kompozícióval, mert semmi segítség nem érkezne. És kapok mondjuk egy Renektont ellenfélnek, Renekton Ivar. Ez veszélyes lett volna. Miért válaszol mindenki Gerent Cassante-ra? Legutóbb is ez volt, nem? Kaptam egy Gerent, amikor Cassante-t játszottam. Lesz szavazás, lesz bizony. Szavazni akarsz, hogy én gyerek? Indítom majd, amikor eldőlt, hogy ez a meccsel is indul. Oké, elindul. Akkor indítsunk egy szavazást is. Kire rakjak? Hát, csak úgy mondom, hogy eddig 4-0-ban vagyunk. Úgyhogy... valószínűleg veszteni fogunk. 5-0-val zárja egy streamet, az elég régen volt már. Az esélyek ismét ellenünk vannak, statisztikailag. De... ja, a team comp alapján is, ez egy elég rossz team comp. Az a baj, hogy Ivern az túl OP, az mint egy hős, tehát az Ivern az annyira broken, hogy... nem tudom. Alapból elég jó dive kompunk van, de elég lesz a sebzés. Ivern-re plusz Redemption-re plusz mit tudom, milyen itemeket fog hozni. Meglátjuk. Pipo és LS is azt hangoztatja, hogy szerintük a Cassante-re elég jó pick, úgyhogy arra tippelnék, hogy miattuk. Szerintem, ha jó Cassante ellen játszol, akkor nem tudsz semmilyen előnyt kialakítani. És utána van egy Cassante az egyik oldalon, a másik oldalon meg egy Geren. Ha megkérdezed, hogy én kit szeretnék szívesebben az én oldalamon, akkor valószínűleg a Cassante-re fogok tippelni, nem a Gerenre. És megint egy Ignite Geren ellen játszok, oké? Okay. Oké, okay. Ignite Geren. Sunfire first item, vagy Iceborne? Geren, all privilege, no eyes. Mi a jungler, Ivar? Akkor lehet, hogy jönni fog kénk. Ivar az híres arról, hogy early genka. Ott van az Ivar. First blood a Draven-nek. Daki, nagyon szépen köszönöm a raidet, aliho srácok. Aliho, aliho. Ez nem jött be. Hát azt hittem el tudok menekülni. Talán kicsit greedy volt. Kicsit greedy. Nagyon greedy.
An enemy has been slain. Double kill. Jól van, ötödik meccs. Ilyenkor már nincs meg a legnagyobb fókusz. Lebecsültem a Nimbus Cloakját. Elég erős az a Nimbus Cloak, hogy lefussál vele az ellenfeleket. Legalább farm előny az még megmaradt. Pár miniont vesztett azért, hogy megöljem. De persze nem worth it. Nem worth it, de nem a világ vége. A dinamikában nem kéne, hogy változtasson sokat. A csap dinamikában. Megfagyasztja. Igazából elég nagy level előnye van. Azt észben kell tartani. Most egy jó traderési szekvencia volt. Szépen letradeltük most. Ignite-ja, az van már lassan. És level 6 most fogja átlépni. Most fogja átlépni ez a minion után. Igen. Nekünk is megvan. Recall. Az egyébként elég fontos, hogy a TP-met ugye megtartalékoltam még korábban. Tartalékolt TP-vel pedig előnyt lehet majd kialakítani. Közben most tovább is tudom tartalékolni. Most nagyon rágrídelt arra, hogy egy platinget veszítsek, de ez igazából nekem teljesen mindegy, hogy platinget vesztek vagy sem. Mert ebben a meccsában úgyse akarok platingeket szerezni. Hanem fagyasztani akarok, és erre most meg lesz a lehetőségem. Most ugye item előnnyel érkezek a lane-be. Úgyhogy most elméletileg jóval erősebb vagyok nála. Csak itt az Ivar. Használtatok lövényt. Szóval tartjuk a freeze-t. Csak tartani kell a fagyasztást, és jó a lény akkor nagyon.
csankoltak. Na, most hagyom bepussolni. Elég időt tudtam nyerni ezzel, hogy közel kerüljek a Mifikitemhez. Gondoltam, hogy csizelni fog. Na, visszatépézünk most. Ez egy jó időpont arra, hogy elhasználjam a TP-met. Valószínűleg dive-olnának különben az Ivernek. De eléggé stabilizáltuk a lényt, ugye annak ellenére, hogy megölt level 3-4 körül. Na, plating belefér. Micsoda mentés? Oké, szép. Jól van, közi srácok, megmentettétek itt a helyzetet. Már megint ezzel a torony mögé való bemenetelemben majdnem elrontottam a meccset. Nem tudom, ez a greediség is széria, ez most nem sokat segített ezen a meccsem. Mindig megpróbálni bemenni torony mögé. Az a baj, hogy egy wave hiányzott ahhoz, hogy meglegyen az Iceborne Gauntlet. Egy wave, és teljesen rágrideltem, hogy ezt egy wave-et akkor most beszedjem. Ez elég eszetlen volt a részemről. Meg is érdemeltem a halált, az biztos. Á, most már viszont megvan az item, úgyhogy erősek vagyunk. Elméletileg. A V-met elmiszteltem. Ott volt a solo killem. Kár. Grideljek rá, nem hiszem, hogy rá kéne gridelni, srácok. Eleget grideltem már ezen a meccsen. Jobb, hogyha lenyugszunk. Hasszon két farmom van, elég farmolt vagyok egyébként. Rá akartam volna útizni. Lehet a halálomat jelentette volna. Talán jó is, hogy nem sikerült.
TP vissza. Maradok. Pingelj a csapat, hogy jönnek, de nem jönnek mégsem. Ha-ha! Azt szerintem megérheti, hogyha időben feléledek és le tudok tépézni botra. Ja, ez jó lehet. Jó lehet. Nagyon erős leszek, ha oda megérkezek. Ah, ott van a talon is. Mester ilyen kihoztuk a Draven-t onnan. Ja, inkább recallolok, hogyha az Akaliát akarja venni a midet. Merre fussunk? Geren ellen meccseljen. Ja, meccseljem a Gerent. Vigyázni kéne. Van Heraldunk, ja. Ez működhet. 8-0-as Kha'Zix plusz Herald. Ja, az jól hangzik. Meg van ám ballsja. Elég ballsja volt ez a Kha'Zix. Jó, azt szerintem. El lehetne vinni. Zakali oda akarja adni, és szedni top tornyot. Ám, az is működik végül is. Na, Phaser-es OP. Még mindig itt vannak botom, mit csinálnak? Akarják sárkányt kontesztelni?
Soraka nagyon broken. Nem gondoltam, hogy ennyire broken lenne a Soraka. Azt teljesen lekerizte. Brutális volt. Nagyon szép volt a Sorakától. Nagyon jól játszott. Egyébként adom is neki a honort. Kha'Zix is nagyon jól játszott, de... szerintem ez a Soraka ez megérdemli. Ő volt a main carry. Jól van. Szépen lekerriztek erre a meccsre. Nem baj, kell egy ilyen meccs is néha. Valahogy az utolsó két meccs az mindig kicsit inogni szokott. De az első három meccs az elég jó volt, ha jól emlékszem. Legalábbis az első kettő az biztos. Pop is meccs az se indult a legjobban, de az is eléggé stabilizálódott. Ilao is mondjuk stabilizálódott. Kassante is ez volt az egyetlen, ami... nem volt az igazi, de ez szerintem egy tendencia mostanában a Kassante meccseimmel, hogy nagyon greedin játszok vele. Ugye a legutóbbi streamen is, amikor hoztam, akkor se volt annyira acélos, mint szeretném. Oké, ránézünk, hogy mi ez lesz ebből promóció. Hát nem úgy tűnik, hogy lenne. Ezt miért nem mutatja egyébként ki, hogy... he. Ez most kicsit... furcsa, amit itt mutat a dolog. Mindegy, elég messze vagyok 40. helyen, nem hiszem, hogy ebből lesz promotion. 42-23 egész jó win rate állás legalább. Elég jó win rate állás. Oké. Okay. Be van glitchelve más playereknek is. De ja, már elég hosszú ideje van glitchelve, mondjuk úgy. Tehát ezt már sose fogják fixálni ezek szerint. Oké, okay, kit raideljünk be. Kiszét. Kiszerédet betolunk. AK raid. AK... nem látom, hogy streamelne. Nem látom, hogy streamel AK. Jankost? Nem, raidelünk Jankost. Kisze, jó lesz. Kiszét azt szeretjük. Jó kis Grandmaster solo queue-t játszik szerintem. Magas szintű meccsek. Unibeten streamel most? Jaj, ezt nem is tudtam. Hol van? Unibeten streamel, legyen hát. Akkor ezek szerint sikerült valami szponzorációs szerződést összehozni ott neki. Kiszemeltük a Kiszét. Valóban. Pörögni fog Kisze. Kisze az mindig pörög. Azt szeretem az energiáját, ahogy átragad rád szinte a streamen keresztül is. Úgyhogy hajrá, nyomassuk akkor. Legközelebb pedig találkozunk majd a hétvégén valamikor. Szerintem lehet már holnap fog jönni majd a következő stream. Meglátjuk. Vagy holnap, vagy azután. Have a good evening, Csacsi. Have a good evening too, thank you. Na sziasztok, további szép estét. Ciao, ciao. Kiszémet több energia, mint az itt lévő 900 emberben összesen. Lehetséges. Kisze az pörögni szokott. Na ciao.